Üdv mindenkinek, én Bodai Ádám vagyok, szeretném bemutatni dr. Hauber Lemőke kineziológust, akivel a gasztroenterológia megfejtésén dolgozunk, és szeretnénk egy videósorozatot indítani ebben a témában, amelynek a tárgya és a célja az lesz, hogy egyre közelebb és közelebb kerüljünk azokhoz az étkezéssel és emésztéssel kapcsolatos kérdésekhez, ami valójában mindenkit érint. Párbeszédes formában szeretnénk ezt megtenni. Ádám néha kérdez, én válaszolok, vagy éppen fordítva. Néha én kérdezek, és Lemőke fog válaszolni. Olyan dolgokról fogunk beszélni, mint a táplálkozás filozófiai háttere, azok a történeti tények és azok a tapasztalatok, amit őseink több ezer év alatt gyűjtöttek össze. Hát szerintem igen, a modern kor és a tradícióknak az összeközelítése, illetve egy filozófiai vonulat az mindenképpen erős lesz, legalábbis az én oldalamról. Megpróbáljuk persze majd azért a modern konyha technikát is egy picit, meg a mértékletesség kérdését körüljárni. Mondjuk most advent van, tehát egy olyan témával kezdjük ezt a bemutatkozást, hogy ebben az időszakban születik meg a fény a világba, a sötétségbe, és hogy egy picit jobban megértsünk dolgokat. Tehát én majd úgy szeretném a magam részéről ezeket a beszélgetéseket, hogy közérthetően, világosan, humorosan tárjunk a nézőink elé olyan dolgokat, amiben sok anomália van. És én pedig gondoskodni fogok arról, hogy a latin szavaktól mindenki kényelmesen el tudjon aludni, tehát azoknak is jó, akik alvászavarra küzdködnek és este nézik ezeket a videókat. Jó az, hogyha te tudományosan alátámasztod azt, amit mi ilyen komplementer medicinában egy kicsit profán módon közelítünk meg, nyilván a te tudásodhoz képest, de ez mindenképpen jó lesz olyan szempontból, hogy valami különlegeset hozzunk létre. Tehát egyszerre lesz tudományosan megalapozott és közérthető. Várunk mindenkit, legyen a vendégünk ezeken a beszélgetéseken. Így van, szeretettel várunk mindenkit.